Na jó, srácok, szevasztok! Hol vagyunk mi? Temető egyenesbe gondolom, akkor így számotokra ebből kiderült, hogy garázs sorozat következő részével érkeztem. Először is az alanyról mutatok egy ilyen nagy totált. Úgy gondoltam, hogy mindenképp ezt a garázs sorozatot, ugye Mazsola és Tádét, őről van szó, ő a Tádé. Úgy fogom kezdeni, hogy olyan állapotban szeretném megmutatni ezt az autót, ahogy elhoztam. Ami nem a legjobb, de nem is a legrosszabb. Igazából egy ilyen tipikus kezdésnek, egy Project Car-nak szerintem ez így teljesen jól meg fog felelni. Egyébként gondolom, felismeritek, ez egy Vento. És szeretnék akkor róla beszélni, és így az első részben így vázolni, hogy mik lesznek a tervek vele. Mert azért kell lesznek itt tervek. Nézzük, járjuk körül az autót, és mi az, amit cserélni fogok, vagy javítani fogok rajta, változtatni fogok, és mi az, ami gyakorlatilag marad, oké? Igen, és itt szeretném megköszönni egyébként Szabinak, Szaszának, tudjátok, Ricardónak, hogy segített lehozni ezt a gépet elég messziről, és Ferikének is egyébként, hogy segített nekem például lecserélni a kerekeket. Mondjuk nem nagyon segített, hanem nézte, hogy szenved a keeper, ide vágok be egy képet, azt meg tudjátok nézni, hát igen. Elhoztuk az autót, és körülbelül 5 perc múlva rá kellett jönni, hogy nem fog ez hazajönni azokon a kerekeken, amin volt, mert a tulajdonos, képzeljétek el, 17-es, felniket rakott rá, szép volt vele, berez volt vele, de egyszerűen közlekedni nem lehetett vele. Úgyhogy azokat a felniket árulom, ezt is itt látjátok, hogy melyikekről van szó. Szóval, hát ezekkel volt szerelve, hát használhatatlan volt teljes mértékben. Azért van rajt, most azt ne nézzétek, srácok, azért van rajt az az ótfar lemez, 14-es lemez felniszer, mert tényleg nem tudtuk volna használni, nem tudtuk volna hazajönni vele. Úgyhogy Ferikénél le kellett cserélni. Na, nézzük így az elejét, hogy mi az, ami szar, mi az, ami jó rajt. Hát ahogy közelebb lépünk, már látjátok, hogy azért vannak itt például a lökhárítón kopásnyomok, amiket mindenképp javítani kell, ugye? Több helyen is van festéshiba, viszont az autónak az egyik előnye, hogy körülbelül 3 éve volt kilakatolva, meg kapott egy új telifényt, ami az jó. Azért az jó, bár nem a legtökéletesebben dolgoztak alá, emiatt azért vannak rajt hibák, de ezt Keeper majd eszközölni fogja. Na, ami jó, hogy a lámpák azok ki vannak fújva feketére, ugye? A foncsor rész körbe, viszont ami rossz itt, amit láttok, hogy el van törve a lökhárítónk, vagy nem a lökhárítónk, hanem a hűtőmaszkunk, az mindenképpen cserés lesz. Hát egy P1-es maszk lenne rá legjobban, de hát azt majd meglátjuk. Na, van rajta egy ilyen toldot, egy ilyen lips, ami mindenképpen le fog kerülni, de tényleg úgy akartam ezt megmutatni nektek most, ahogy éppen elhoztuk. Van rajta lips, ami lekerül róla, meg van a VR6-os koptató, azt fel kell rakni, annyi lesz vele. Ami még jó, az, hogy ezek a beömlők vannak ugye a prizmák helyén, ezzel így elég zorálul tud kinézni a gép. Amint látjátok, szélességjelző van elől, hátul, nem is tudom, valamelyik BMW-nek a szélességjelzői, nem eredeti húsalökös, hanem BMW szélességjelzők. Igen, itt ilyen illesztési problémák, minthogyha lennének, illesztési problémák vannak, amik igazából nem kerülnek pénzbe, hanem ugye csinálni kell. És festéshiba, szintén melós dolog. Mindenképp kevertetnem kell hozzá ugyanezt a színkód alapján. A színkód megvan, az alapján kell kevertetnem festéket, aztán akkor majd, ugye, ami hiba van, fényezésbe esetleg, akkor azt javítsuk. Csuk! Ott is van hiba a fényezésbe. Amint látjátok, tetőablakunk van, a elektromos ablakunk nincs, elektromos tükrünk nincs, nem tudom ezt a felszereltséget ki a franc választja egy autóra.
hátul le van sötétítve, ugye bioszloptól hátrafele. Van egy blende fönt, ugye az viszonylag, hát mondhatni ritka, talán ritka. Ami még érdekes lehet. Fú, igen, ebből gondolom látni meg ugye a kulérből az elején, hogy dízel vonóorgot valószínűleg lepattintja, a kipper nem akarja. A hátulról el van tüntetve az embléma, én annak annyira nem örülök. Egyébként épp, hogy le van öblítve, úgyhogy eléggé koszos még. Mindenképpen ugye festés vagy fényezés után majd kap egy polírt, meg minden, sokat fog rajta dobni természetesen, úgyhogy most még elég ótvarul néz ki. Igen, van rajta egy soválló, hát tulaj elmondása szerint a felétől az autónak hátrafele soválló hasfalas rendszer, nem tudom akkor miért felétől, miért nem az egész alá, ugye? Na mindegy. Külseje az elég kultúrált, mivel ugye nem tökéletesen foglalkoztak a fényezés előtt a munkával, alatta lévő munkával, ugye nem javítottak rendesen, ott azért vannak hibák, de hát azokat a kipper meg tudja javítani. Big pack, igen, ezek az Ortvar 14-es kerekek vannak, ja, és egyébként van alatta egy fix ültetés, meg még a srác adott mellé néhány ültető rugót, hogy lehessen kombinálgatni. Ja, ugye van alatta egy cooler, vagy előtte, hát ami még esetleg módosítva van, az annyit mondott, hogy többet kap, meg a turbónyomás fel van kicsit tolva, kicsit az azt kb. Azt mondom, hogy a gyárinak a duplájára, viszont a turbó meg hordja az olajat, úgyhogy a turbó az valószínű, talán nem jön senki, cserés lesz, valószínű akkor már egy nagyobbat fogunk belerakni ugye természetesen. Mit beszéljünk még az autóról kívül? Mi az, amit Keeper kifelejtett? Ja, hordja az olajat a turbó. Ugye megjelenik a cooler csőbe, ami nem túl jó. Úgyhogy azt, ugye kettő opció van, vagy felújítatod, vagy veszel rá másik turbót. Úgyhogy majd nézzünk rá valamit. Igen, a felnik. Valami felnit fogok rá keresni. Azok a felnik, amikről ugye láttátok a képet, azokkal lett elhozva az nagy rá. Nem mondom, hogy nem szép, mert igazából szépek azok a felnik, meg jók azok a felnik, meg minden tök jó, de akkorák, hogy egyszerűen nem fér el. Nézzük meg a belteret. A beltér az iszonyatosan puritán, és mondjuk úgy, hogy inkább, hogy gyári, és szar. Igen. Egy komplet belteret fogunk újítani. Hát a kormányvédő, vagy a kormányburkolat hiányzik, de egyébként ezt hozzáadta a srác. Amit látjátok, belefaragott egy 7-szolos LCD-t, ami azért nem tudom én, nekem annyira nem. Hát ugye a gyári ülések vannak benne, elő is, hátul is. Ja, így néz ki. Lesz vele munka, de most szándékosan én nektek úgy akartam ezt így megmutatni, ahogy elhoztuk, hogy innen fogunk indulni. Innen fogunk indulni, és innen fogunk csinálni egy olyan autót, egy olyan minőségű autót, amivel, ugye, ismeritek, ha nem tudom, az újabb nézők azok, lehet, hogy nem, de régiek azok tudják, milyen, hogy nézett ki például a másik Vento, aminek egy hatalmas problémája volt, azt gondolom mindenki vágja, hogy ennyi így benya volt. Na, az a lényeg, hogy ezt az autót megpróbáljuk majd olyan szintre felhozni, hogy azért mondjuk egy autós találkozóra is ki tud vinni, és akkor azt mondják, hogy hűha, hú, de. Aztán igen. Na, hát ennyi gyerekek szerintem egy kezdésnek. Még körbejárom, hát, ha eszembe jut valami. Ja, hát ezekkel felnik kell, ezekkel ott van ronda. Egyébként tényleg. Hátsó lámpák fóliázva vannak. Ha jól sejtem, nem izé, de azt néztem, hogy ez szerintem nem fóliázott, ez viszont egy fóliázott. Lehet, hogy nem kapott hozzá, vagy nem tudom, vagy még sötétíteni akart rajt, mert nézzétek, itt látszik, hogy fólia, de alatta is sötét. Úgyhogy nem tudom, kicsit sötétebb is a bal oldala. Úgyhogy nem tudom, hogy mit művelt a gyerek vele. Hát jó, ez ilyen lesz, gyerekek, ez is... Ez a szélességjelző nem világít,
Úgyhogy apróságok vannak vele, tényleg ez a leginkább olyan dolgok, amivel ugye el fogok szöszmötölni. Nagy pénzben nem kerül, ugye, most a festék késeje, ugye a festéket kikevertetni, lejavítani, azok az ilyen minimál összeg, nem tudom, az pár tízezer forint, ugye a lipszet azt leveszem róla, hát ez nekem nagyon nem jön be, itt is a fényezés javítgatás, az se kerül nagyon nagy összegbe. Ami összegbe fog kerülni, az a nagy turbó, meg ha lehet, akkor nagyobb. Ugye a felni, viszont a felnit azt árulom kilóba, ugye egy százat érnek azok a felnék, kb. Azokat ugye eladjuk, és ahelyett ugye kerülni fog fel valami más. Hú, mit akartam még mondani, ami még pénzbe fog kerülni, a beltér. De hát az se egy olyan nagyon vészes. Ugye a legszuperebb talán, nekem leginkább az jönne be, hogy egy full fekete beltér ugye ülésekkel, meg ajtókárpittal, azzal szerintem, hogy beresz lenne. Meg a hüttőmaszk. A hüttőmaszk újjan egyébként 6000 forint, ha jól sejtem, körülbelül. Azt hiszem utoljára, amikor néztem, még Venton volt, kb. Annyiba kerül. Esetleg egy P1-es, ami ugye ritkább, az drágább. Hát igen. Nem túl sokat kell rá költeni. Én amit így, ha mindent, ha beleveszek, akkor egy százasból kijön. Jó, a felnit azt nem számolom, ugye azt úgy lesz, hogy ugye visszaforgatom, eladom a mostanit, lesz, kap másikat. Mindent ráköltök, úgyhogy kívül, belül jó legyen, akkor én egy kilóba számolom azt, amit így rá fogok költeni, és akkor már ott lesz, hogy ez na, így akkor ez így frankó. Ilyen, srácok. Igen. Na, ennyi lett volna az első rész. Ez abban a formában van, ahogy megérkezett. Nem lett rajta semmi módosítva, nem lett rajta semmi javítva, szándékosan nem tüntettem el a hibákat. Ugye, hanem hogy lássátok a változást, hogy legyen értelme a dolgoknak. Hogyha folyamatosan csinálunk rajta valamit, akkor azt majd mindig fogom nektek mutatni. Oké, gyerekek? Na, nézzünk egy nagy totált a végére. Úgy szerintem szép, meg főleg egyébként úgy fogott meg ez az autó, hogy fekete. Amúgy egyébként nem fekete, hanem valamilyen bíboros, barnás, baromi sötét, valami sötét, valami csoda. De egyébként fekete, de szerintem most ezt így nem mondom, akkor észre se veszitek. Na. Jaj, de annyira csúnyák ezek a felnék, annyira lerontanak az összképen, hogy ez hihetetlen. Na jó van, gyerekek, akkor köszönöm szépen a figyelmet, akkor innen folytatás lesz. Várlak benneteket a következő része. Nagyon ott van egyébként, hogy rajt van ez a lipsz, meg ez a kopottas festés. Jó van, sziasztok!